A Népligeti FTC úszodából jelentkezünk, ahol megismerkedhetünk a nagy múlttal rendelkező Fradi úszó szakosztállyal és tehetségeivel. A Fradi úszó szakosztályának története egészen messzire nyúlik vissza. Egy igazi fradi szurkolónak mit érdemes tudnia az úszóikról? Hát valóban régi az úszó szakosztály története. 1904-ben alakult, három évvel előtte, mielőtt az úszó szövetség is megalakult volna Magyarországon. És hát ez alatt, az idő alatt rengeteg nagy formátumú sportoló öregbítette a klub nevét, illetve sok szép siker is született az évek alatt. Most hány úszójuk van, illetve ezek közül ki lehet emelni tehetségeket, büszkeségeket? Hát körülbelül 80-90 versenyzőnk van, de ezen kívül rengeteg gyerekkel is foglalkozunk. A versenyzőink közül a legjobbak Amerikában készülnek, jelen pillanatban is öten vannak különböző egyetemeken ösztöndíjakkal kint Amerikában, és ők a májustól augusztusig tartó időszakban térnek haza és szerepelnek fradi színekben. Közülük meg kell említeni Szele Dávidot, mellúszásban kiváló válogatottunk, Balogh Vanessát, aki szintén Amerikából jár haza, és tavaly az Univerziádén is szerepelt, illetve az elmúlt időszak EB-jén, és Madarasi Ádámot emelném még ki, aki az elmúlt olimpián, tehát Pekingben is szerepelt, és a magyar olimpiai csapat tagja volt. Beszéljünk az utánpótlásról is, hogyan értékeli az utánpótlás alakulását? Sok tehetséges, egész fiatal versenyzőnk van. Ugye az úszás az 4-5 éves korban kezdődik, amikor elkezdjük tanítani őket, de olyan 6-7 éves korban, amikor már versenyzővé válnak, már némelyiken lehet látni, hogy nagyon ügyes. Van egy ilyen kis ifjú aranyhalacskánk, Olánszky Laura, ő 2002-es születésű, most lesz 10 éves, de már látszik, hogy belőle nagyon jó úszó lesz, és várjuk majd a folytatást tőle is. És hát a tanfolyamaink, a Fradi úszóiskola az szépen működik, ez jelenti az utánpótlás bázisunkat, illetve azt, hogy innét kerülnek ki a leendő versenyzők, és hát ez részben pedig a szakosztály anyagi bázisát is jelenti, hiszen az ilyen bevételekből tudjuk menedzselni a szakosztályt. A Fradi mindig is nagy büszkeségeket, nagy úszó büszkeségeket mutat magáénak, hiszen egy nagyon erős szakosztályról van szó. Most milyen büszkeségeket, tehetségeket neveltek? Hát jelen pillanatban a legjobb úszónk Madarasi Ádám, aki jelen pillanatban harcban áll az olimpiai kvóta megszerzésére. Pekingbe ő képviselte hazánkat 100 méteres pillangóúszásba, és hát nagyon szeretnénk, hogyha sikerülne megszerezni a londoni olimpiára ugyanebben a versenyszámban a kvótát. A kvótaszerző időszak júniusban fog lezárulni, tehát addig még elég sok verseny és munka van hátra, hogy sikerüljön bebiztosítani a helyét. Csuri Ferenc ugyanígy 100 pillangon és 200 méter vegyes úszásban a paralimpiára esélyes. Őneki ugyanúgy a kvótaszerző időszakban vagyunk. Hát nagyon bízunk benne, hogy őneki a paralimpiára sikerül a kvótát megszerezni, és akkor, ha minden ideális és sikeres lesz, akkor esetleg egy olimpikon és egy paralimpikon versenyzővel tudunk nyáron versenyezni. 99-ben született Felkai Boglárka jelen pillanatban nagyon jó helyen áll a korosztályos országos ranglistán. Ő folyamatosan a korosztályos fradis csúcsokat dönti meg, tehát állandó
egyesületi csúcsokat úszik sorozatban, idén is már úszott ötöt, és hát most jelen pillanatban, és igaz, még a szezon elején vagyunk, de jelen pillanatban 4 vagy 5 számba is vezeti a korosztályos magyar ranglistát. Hogyan zajlik egy versenyre felkészülés? Heti szinten mennyit edzetek? Hát ketté kell választani, van egy szárazföldi és egy vízi felkészülés. Ez annyit jelent, hogy napi 2 edzés van, hétfőket, csütörtök, pénteken, ami vízben zajlik, szerdán, szombaton 1 vízi edzés, és mellette még van 4 szárazföldi edzés, hétfőket, csütörtök, péntek. Tehát az erős napokon napi 3 edzéssel, a gyönge napokon napi 1 edzéssel, illetve a vasárnap pihenő. Kinek a hatására ismerkedtél meg ennek ezzel a sportággal? Hát én 1998-ban ismerkedtem meg az úszással, mert gyorsi műhiben miatt elvesztettem a kezemet, és terápiás jelleggel kellett járnom úszni. Akkor még az OSC-be jártam le, és utána mégis egy orvos mondta, hogy kezdjek el járni versenyszerűen, és már van értelme, és akkor kezdtem el versenyszerűen úszni, ilyen 12 éves koromban. Milyen versenyek vannak mögötted, és milyen versenyek állnak előtted? Hát én 2006-ban voltam az első világbajnokságomon, ott 5. helyezést értem el 50 méter gyorsúszásba. 2009-es Európa-bajnokságon ott 2 bronzérmet nyertem, 100 méter pillangóba és 200 méter vegyesbe. És a 2010-es világbajnokságon ott pedig 6. lettem 200 vegyesen. És most így a tavaszi szezonban milyen felkészülés vár rád? Hát most jöttünk haza 2 edzőtáborból. Voltunk Tájvánban és Kuvaitban edzőtáborozni, volt egy belföldi edzőtábor is, és most volt az országos bajnokság is. Most lesz egy pár külföldi verseny, ahol kvalifikációs időt lehet úszni, és akkor igazából az olimpia, és a paralimpiára készülünk, ami szeptember elején lesz. Mit gondolsz itthon Magyarországon, milyen kultúrája van a parasportnak? Hát szerintem egyre jobban törekszik fel a mozgalom. Ha azt nézzük, hogy régen milyen volt a színvonal, és most mi, akkor azt azért el lehet mondani, hogy egy igencsak nagy emelkedés van a teljesítendő időkben, tehát egyre nehezebb odaérni. De hát a magyarok elég jól szerepelnek, igazából elég sok dobogós helyezést tudunk elérni világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon és paralimpián is.